Kevesebb mint egy hétig kérhetik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj mennyiségek után járó támogatás kifizetését a gazdák. Erre hívja fel a figyelmet a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. Az állami támogatás pedig nagyon jól jön a gazdáknak. Folyamatosan fogadják az ügyfeleket a Maros megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség földszinti irodájában. A gazdák ugyanis még néhány napig igényelhetik a támogatást. Ezt mezőgazdasági termelőknek ítélik oda a tevékenységük területének függvényében, a növénytermesztés, állattenyésztés vagy földterületi javítások esetén felhasznált gázolaj költségeinek a fedezésére. Ennek főként a méhészek örülhetnek, akik bár sokat vándoroltatták méhéiket, tavaly nehéz évet zártak. Motorina támogatást a méhészetre. Vándorolni szoktunk a méhekkel, és ahhoz szükséges, hogy motorinát. És akkor fontos, hogy legyen, tehát mindig kell pecsételni a néptanácsnak, hogy hova megyünk, és akkor azzal bizonyítsuk, hogy milyen távolságra voltunk vándorolni, és akkor számlákat benyújtjuk. Mély családonként 18 liter gázolajat használnak el, ennek egy részét meg is téríti az állam, így jól jön a támogatást, tette hozzá. Figyelem azonban, a határidő hamarosan lejár, mondja az ügynökség vezetője. Július 31-én hétfőn jár le az elszámolások leadási határideje az idei év második évnegyedére. Ez a támogatás lényegében egy anyagi segítséget jelent az állami költségvetésből. A gázolaj szabványos jövedéki adója és a csökkentett jövedéki adója közötti különbség visszafizetése. Konkrétan 1,41 banit kapnak literenként azok, akik a gázolajat használják a mezőgazdaságban. A megvásárolt és felhasznált gázolaj mennyiségek támogatásának kifizetési kérelmeit a megyei vagy bukaresti APIA központjaihoz lehet benyújtani.